a Fidesz elfogadni készül egy olyan törvényt, amely szabályozza a Magyarországon dolgozó harmadik világbéli vendégmunkások helyzetét. A Mi Hazánk elsődleges álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy már maga az a tény is szomorú, hogy egy ilyen törvényt kell hozni, mert ez rámutat arra, hogy sajnos beigazolódik az, amiről mi már régóta beszélünk, hogy gyakorlatilag megkezdődött egyfajta lecserélése a magyar munkaerőnek Magyarországon. Nemrégiben került nyilvánosságra egy statisztika, hogy már 80 ezer felett van a harmadik világbéli munkavállalók száma Magyarországon, és ez annak tükrében különösen ijesztő, hogy Orbán Viktor arról beszélt, hogy 500 ezer új munkaerőre volna szükség, és nyilvánvalóan ennek az oka az is, hogy létrehozták ezt az általunk csak migráns importnak nevezett törvénytervezetet is. Bár bizonyos balliberális hangok arról beszéltek, hogy nagyon szigorú ez a törvénytervezet, ugyanis nem engedi meg a családegyesítést, továbbá 2 vagy 3 éven belül távozásra kell bírni a vendégmunkást, persze helyére újra harmadik világbéli vendégmunkás érkezne. Mi erre azt tudjuk mondani, hogy hála Istennek, hogy legalább van benne valamiféle megkötés. Viszont nagyon sok kérdés és homályos terület van. Nem rendelkezik például ez a törvénytervezet arról, hogy hogyan tudná például egy munkáltató rábírni egymagában a harmadik világbéli indiai vagy pakisztáni munkavállalót, hogy hagyja el az Európai Unió területét. Vagy mi történik akkor, hogyha időközben ez a migráns munkavállaló megházasodik? Vagy miért nincsen lefektetve a felső határa annak, hogy hány vendégmunkás érkezhet ma Magyarországra egy évben, ugyanis a törvénytervezetben az olvasható, hogy ezt mindig a szükséges mértékhez szabják, és márpedig Magyarországon a gyenge fizetések és a rossz munkakörülmények között egyre többen hagyják el az országot, és mennek Nyugat-Európába dolgozni, így a kormánynak szüksége lesz minél több indiai, pakisztáni és ehhez hasonló vendégmunkásra azért, hogy fenntarthassa gazdaságpolitikájának elvét, hogy olcsó munkaerőt biztosítunk a multik számára. De ez a globális kapitalista érdekek kiszolgálása a magyar érdek helyett, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom követeli a kormánytól, hogy fordítson hátat ennek a politikának, és végre egy olyan úton kezdjen el járni, amely a magyar dolgozók érdekét szolgálja. Összefoglalva tehát migráns import törvény helyett erkölcsi és anyagi megbecsülést akarunk a magyar dolgozóknak.